A Bamaro Movie Kft. Bemutatja Bamaro The Movie. Ez a nap is úgy kezdődött Robi számára, mint az összes többi. Hello. Szia Bálint! Van egy nagyon jó ötletem! Alapítsunk országot! Tényleg? Jól van, oké, megkeresem! Szia! És ekkor Bálint elkezdett utána nézni annak, hogyan is alapíthat a csapat egy saját országot. Majd beszámolt Robinak a fejleményekről. Hello? Igen, én vagyok. Kézzel megtudtam, hogy kell alapítani. Igen. Nem jössz át? Mit csinálhatnánk? Oké, akkor itt találkozunk. Cső! Cső, Bálint! Ó, cső! Ezek után pedig az internet segítségével Bálint elmagyarázta Robinak a tudnivalókat. Hívjuk fel a Márkot! Jó, hívjuk! Hát, ő is becsatlakozik. Igen? Ó, sziasztok! Igen, jól hangzik. Oké, megyek. Sziasztok! Sziasztok! Na, képzeld, a Robival utána néztünk, hogy hogy kell országot alapítani, és négyet kell betartani. Első, az himnusz kell. Második, kell egy népszámlálás, hogy hányan vannak az országba. A harmadik, az, hogy ki kell jelölnünk egy területet, ahol az ország meg lesz. A negyedik pedig az, hogy külön zászlót kell csinálni. És mi legyen az ország neve? És így alapult meg a Bamarország. A himnusz megírása és a zászló megrajzolása után már csak a népszámlálás és a NATO engedélye kellett. Bár a népszámlálás órákig eltartott, megszületett a végső eredmény. 3 fő. Csipet csapatunk tagjai pedig elindultak a NATO fővadi szállására. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdv! Azért jöttünk, mert szeretnénk saját országot alapítani. Teljesítettünk minden feltételt, íme. Ez igen. Az európai országok és a NATO nevében hivatalosan is a Bamarországot létrehozzuk. Fantasztikus. Ja, elfogadták. NATO. És most ugyan tovább. De kéne szerezni valami kezdőtőkét az országhoz. Igen, az nem lenne rossz. A kezdőtőke megszerzése után pedig elindulhatott az ország építése.
végre kész vagyunk. Na, végre. Fárasztom. Sok idő. Sok időbe tellett, de végre sikerült. Megalapítottunk Bavaró. Hát igen. És végre megalapult az ország.